Június 6-án délután a Művészetek Háza kiállító termében nyílt meg Fenyvesi Edit festőművész Érzelmi kontrasztok című tárlata. Dr. Gémesi György köszöntőjében kiemelte, hogy nagyszerű látni, amint az alkotó időt szán egy-egy portré megfogalmazására, hiszen ezek a képek sokkal többet mondanak, mint egy fénykép. Ezeken az arcokon minden ráncnak története van. Amikor ma a különféle technikai eszközökkel fotókat lehet csinálni, és az érzelmeknek, ami az arcon megjelennek, olyan hihetetlen tárházát láthatjuk a technikával készült fotóművész szemüvegén keresztül készült képekben, akkor aki ezt a saját maga kezével csinálja, aki ezen keresztül üzeni a lelkének és a szívének a gondolatait, beleépíti az arcokba, amit ő meglátott, az szerintem egészen különleges. Ez Jánosi Erzsébet, a Levendula Galéria tulajdonosa megnyitó beszédében a vonal misztikájára mutatott rá, hiszen amit egy idős ember portréjának látunk, az csupán egy üres lap és néhány vonal, mégis egy egész világot tár elénk. Hosszú éjszakákat, nappalok sok-sok munkaóráit látom. Vonalakról kell most beszélnem és fényekről, karakterekről és kifejezésekről. A vonalról, melynek már irányultságai szimbólumokat hordoz. Kifejező ereje sorsokat, egyéniségeket, karaktereket jelenít meg. Fenyvesi Edit képein megjelenik a múlt, jelen, jövő. Mindegyik portré előtt állva elgondolkozhatunk életekről, sorsokról. A 30 éves nyíregyházi festőművész 2012-ben a Nemzetközi Akvarell Társaság versenyén több ezer pályázó közül második helyezést ért el. A Művészetek Házában látható kiállítás június 21-ig tekinthető meg.